Tisztelt közönségünk, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, és el kell, hogy mondjam, hogy ez a muzsika, amit most Önök hallottak, Ronald Beach szerzeménye volt az Elizabeth Serenade. Az 1950-es évek végén a Mantovani zenekar tette híressé, most pedig erre az alkalomra a Berzeli Endre hangszerelte, és engedjék meg, hogy már most elmentek a lányok, de őket köszöntsem sok szeretettel, akik balettoztak, Garai Maja és Ax Anna, a Bárdos Lajos Művészeti Iskola növendékei, akik ma már szeptembertől felsőfokú tanulmányaikat fogják megkezdeni, illetve folytatni. Szeretném bemutatni a zenekart, Pap Nikolettet a hegedűnél. Sütéri Lévit. Székely Osira Ezer Karman is fogalázik. És vendégművészünket is köszöntöm, Válóczi Gyula Szolnokról érkezett. Lesz majd egy szakszofonosunk is, aki egy esküvőről jött, ugyanonnan a Berzeli úr is ide szaladt, és őt pedig Bozó Józsefnek hívják, vagy bármi szeretettel. A csellónál Guba Béláné Erzsike, Veles Ági, és Nagyáni. Harmonikásunk most már állandó, és nagyon sok szeretettel köszönöm meg neki, hogy ez alkalommal is itt van, és köszöntöm Súrs Kálmánt, Török Szentkét. És mindannyiunk nevében megkülönböztetett szeretettel köszöntöm a Dónál, ebben a felállásban először Kertóta tudva, hogy egyáltalán velünk fog játszani. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Berett Zsoltot, aki egyébként Jász-Nagykun-Szolnok megye alelnöke, ismerjük őt a körös televíziót is. De igazi lokál patrióta is elsőszor elfogadta a meghívást, köszönjük. És sok szeretettel köszöntöm mindön nevében Berzeli Endrét, a zongorását. És akkor engedjék meg, hogy nagyon sok szeretettel köszöntsem városunk vezetőit, köszöntöm a kedves testvértelepülésről érkezett vendégdelegációkat, és nagyon sok szeretettel köszöntöm mindazokat a mezőtúriakat és hazalátogatókat, akik eljöttek erre a rendezvényre, és azt gondolom, hogy egy ember, higgyék el, egész nap hírbenne, hogy ez a rendezvény nem fog elmaradni, ez Endre volt, és folyamatosan erről tájékoztattunk mindenkit, hogy higgyék el, hogy ez a koncert meg lesz, és akkor Bíró Sipos Karina következik, és egy kiváló magyar népdal összeállítással, Pál István Szalonnak összeállításával és a mai napra hangszerelve, a Zöld Erdőben Demagas című Nóta Talcsokorral fogja Önöket köszönteni. Azt gondolom, hogy a hazalátogatóknak és mindenkinek nagy örömet elég benne.
bánja. Csak én magam egyedül, csak én magam egyedül vagyok árban. Az etegi dalos madárnak is van bánja. Csak én magam egyedül, csak én magam egyedül vagyok árban. Rózsa, rózsa, rózsa van, rózsa, rózsa, te a rózsa levelem. Nem vezérdem sejem van, nem vezérdem a rózsámmal a teste. A zsebkendőm is nála van a zsebében. Visszahozza sejem van, visszahozza akarja a teste. A zsebkendőm is nála van a zsebében. Visszahozza sejem van, visszahozza akarja a teste. A bazsa már rivája, beúszott a cipláma, kettőt lépte utána, de sáros lett a bazsa már egy fehér alsó szoknyája. Kettőt lépett utána, de sáros lett a bazsa már egy fehér alsó szoknyája. Ez a csárda, de hangos, bazsa már ide gangos. Mit ér a gangossága, ha bárba leesett a fehér alsó szoknyája. Mit ér a gangossága, ha bárba leesett a fehér alsó szoknyája. Fennban a dobban nyelkelve, én ülök a gyerekben, én ülök a szeretőmölébe, másnak kacsingat a szemébe. Én ülök a szeretőmölébe, másnak kacsingat a szemébe, de fel van a dobban nyelkelve, én ülök a megérkezett Bozog József, akkor szeretettel köszöntjük őt is, és bemutatom még egyszer Pap Nikolettát, köszöntöm, hiszen ő volt az előző műsorszámban a prímás, és most pedig egy gyönyörű dallal végülök elő. Enrico Caruso nevét azt gondolom, hogy nagyon sokan ismerik itt a teremben, és az ő emlékének szentelték a Caruso című dalt, mégpedig Lucio Dalla, aki egy híres olasz zeneszerző volt. Most Pap Nikolett előadásában hallhatjuk a valamikor Lara Fabian által híresített dalt.
Köszönöm szépen!
még állandó résztvevője, nem akarom zavarba hozni Szilágyi Ferencet, szeretném megkérni, hogy fáradjon ide és foglaljon helyet, ne álljon végig a rendezvény, és ugyanezt szeretném mondani másoknak is, hogy vannak még helyek, tessenek jönni, hiszen sok szépségben lesz részük, és inkább ülve élvezzük, hogyha van módjuk rá. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Anna Kasztrikát, aki Monakóból érkezett, és már tavaly is, és az idén is más rendezvényeken be tudta mutatni képességeit, megcsillantotta tehetségét, de a dalvarázs együttessel régi vágya, hogy együtt énekelhessen, és ez most végre beteljesedik. Nagyon sok szeretettel köszöntelek, Anna, köszöntöm a kedves hozzátartozókat is, és egy gyönyörű Edith Piaf dalt fogunk tőle hallani, mégpedig Michel Emel szerzeményét, a harmonikás, ami szintén az egyik legközkedveltebb dalok közé tartozik. Már egy alkalommal, amikor ezt hallottuk, elmondtuk, úgy tessenek hallani ezt a dalt, hogy van egy kis utcalány a sarkon, aki oly gyönyörű, mint egy kirakat, és van neki egy fiúja, egy nagyon kellemes harmonikás srác, és neki játszik minden este. Aztán eljön a háború, elviszik a fiút, elmegy a frontra, majd jön egy másik zenész, aki szintén szeretné kegyeit megtalálni a lánynál, de a lány azt mondja, hogy nem kell mástól a harmonika szó, csak azt a fiút várja örökké vissza. Ezzel a töltettel tessenek hallgatni Anna Kasztrikát, fogadják szeretettel. Et tu seras en elle.
Lead a big load.
és szeretném, hogyha a zongoristánk egyet lapozna majd, és Sipos Karina kéri, hogy következhessék, hogy ne maradjon ki ez a gyönyörű dal, ez a nagyon ismert dal, majd fogják hallani, Ben Hill, biztos ő. Az Andrew Sister zenekar tette a 30-as években világhírűvé, most pedig Sipos Karina teszi mezőtúrivá és világhírűvé. Food for your
Thank you.
Csikai operett élet primadonnáját, Kozák Júliát, aki most ifjú Johann Strauss Lenevér című operettjéből Rosalindaként lép önök elé. Thank you.
Berlinből, ez a Csámbás fejezet. Azt kell tudni, hogy Johann Strauss-nak idején nagyon sokan járt Budapestre, és biztos ő is járt, nem csak Rácz Tamás, a Margit-szigeti nagyszállóban, és ott sok-sok cigány muzsikát hallott, és valószínű, hogy így került a Csámbás beépítése a Denevérbe, így született meg ez a kompozíció. És akkor folytassuk a Dalvarás együttes másik kiválóságának, Búsi Ferencnek a közreműködésében estünket, aki több énekkarnak oszlopos segítője, és most pedig, ha messze mész címmel, Horváth Csárli, Horváth Károly dalát fogja előadni a Kormorán együttes feldolgozásában, illetve a Pajs Pére, Berceli Endre hangszerelésében. Fogadják szeretettel Búsi Ferencet! Thank you.
Oroszországban szeretettel. Ez a dal annak idején egy James Bond filmnek volt, aminek Sean Connery volt a főszereplője, annak a filmnek volt az egyik nagy filmzenéje, világhírű dala. Ezt a dalt választotta Varga Böbe a mai előadásra. Őről azt kell tudni, hogy a kezdetektől fogva minden egyes daldalás fellépésen jelen volt. Engedjék meg, most láttam meg Molnár Andrea tekintetét, hogy sok szeretettel köszöntsem, elfoglaltsága miatt nem tudok most a zenekarba bekapcsolódni a zenekari munkába, és ennek apropóján itt a televízió képernyőjén keresztül minden régi dalvarázsosnak nagyon sok szeretettel küldünk minden dalt, nem sorolom fel a nevüket, mert ma már olyan 50-en vannak az énekesek, akik valamikor ide tartoztak, és most éppen jó néhányan nem tudnak jelen lenni, hiszen akkor körülbelül holnap estig tartanak a koncert, de most Varga Böbét fogadjuk szeretettel, a dal szerzője John Barry, és akkor Oroszországról szeretettel Varga Böbe által.
de azt gondolom, hogy mindönt lelkét a zene mossát, és tartja karban, és tölti fel a hétköznapokra, erősít meg bennünket. Vendégeink egy részének a delegációnak el kell menni, és őket búcsúztatjuk egy nagyon közismert, népszerű dallal, mégpedig Petrucki Csaba előadásában Rokkó Granáta Marina című dalát fogadják szeretettel. Társam a csend,
Yeah.
Tudról. Sok szeretettel köszöntöm, hadd mondjam, Rácz Tamás horvát erzsékét, Rácz Krisztinát, édesanyját és a nagyszülőket, a mezőtúri gyökerek azok, amit ők ide visszahoznák. És akkor a legifjabb után következik a rangidős Szilágyi Sándor, aki néhány évvel ezelőtt kapcsolódott a Dalvarázs együttesbe, és hozott egyéni színt az ő egyéni hangjával. Fogadják sok szeretettel tőle azt a közismert dalt, aminek a címe így szól, Lila Makác. Világos tavaszi kertek ölé, szálltam először színembe én. Később a hőtve jártunk után, s ránk várt a csendes tabán. Szép volt a szerelem, szép volt a nyár, láttam a négedbe, hogy jön már. Lina akácok nyíltak a fán, már csak hús emlék csupán. Lina akácok, minek a szív, ha úgy fáj. Lina akácok, minek a vár, ha elszáll. Minek a nyíló virág, ha ki kellett. Mit ér a rongyos világ, ha nem szeret. Lila akácok, minek a szív, ha úgy fáj. Lila akácok, a boldogság sosem vár. Minek a kis kerti pont, minek a nyár a gondja. Amikor egyébként amikor egymás szemedbe nem szabad. Növendéke volt, énekel gyönyörűen kórusban is, szólóban is, mint ahogy megtapasztalták, és mestere a hangszerének. Napjainkban a Gyumán Tudi középiskolában folytatott tanulmányait. Szeretettel köszöntöm most
ismét majd a mikrofon mögé szólítom, és egy nagyon különleges swinges dal ad elő, aminek az is a címe Swing Hatás. Hiába oldom el.
hogy köszönjük a vége felé, de még van néhány nagyon kedves műsorszám. Most pedig következik Varga Bonet, akit nem győzött hangsúlyozni, hogy az elmúlt élet alatt olyan egyéni stílus teremtett, amit mindig fel lehet ismerni az ő finom hangzású énekével. Szeretettel várjuk Trikóra a színpadra. 1938-at írt a naptár, amikor Paul Porter megírta a következő dalt, amit Marilyn Monroe énekelt, tehát Amerikában járunk, a dal pedig így szól, My heart belongs to Daddy. Fordítsuk be az én szívvel, a papához mozódik, vagy gondolom is. Tessék, jelz!
látom, hogy nincs a teremben olyan ember, talán nem. Még ez a pici lány is, aki itt van az anyagokban, úr, egyszerűen is mondta nekem, hogy a legjobb állapotból, kap egy fiú, aki tetszik. Tehát arról szól a dolog, hogy nincs olyan ember ebben a teremben, aki nem lenne szerelmes. És a következő dal Szilárd és Sanyi fogja elénekelni, mindenkinek azt ajánlom, és megvallom, hogy jaj, nekem nagyon szerelem, amikor az ember szerelmes. Majd Júlia talán Szilárd és Sanyi éneki. Thank you.
lelkes odaadó tapsait. Nagyon köszönöm, hogy együtt töltöttük egy szabad évtán. Én személy szerint egy csodát kaptam megint ettől a társaságtól. Minden fellépőnek nagyon köszönjük, hogy elkártáztattak, megörvendeztettek bennünket. Köszönöm a zenekar minden tagjának, hogy sok-sok alkalommal próbáltak, és rugalmasak voltak akkor is, amikor csak egyet próbára volt lehetőség. Tapsot a dobosnak, aki csak jött és játszott. De minden zenész tapsot érdemel, azt olvassam egyszer, tudják, ez a Sós Kálmán, aki körzenikus nyugatkozott iskolai igazgatója és sok-sok hangszer tudásával bír. Ezen kívül még a Facebooknak is minden okos látogatója, és hihetetlen közvetlen kapcsolatban ápol az együttes tagjaival és a fiatalokkal egyáltalán. És azt érte egy alkalommal egy hangverseny után, hogy nagyon jó a hangverseny lenni is, de az az út, amit bejárnak együtt a próbák során, az számukra, a zenészek számára felejthetetlen. És biztos érezték is, ahogy a hangszerek felelhetnek egymással, amikor mikor lehet kapja meg a főszerepet, vagy éppen összesimulnak, és alkalmazkodnak az énekesekhez, ilyenkor születnek meg a csodák. Én nagyon köszönöm a zenészek nevébe a Közösségi Ház munkatársának, Pede Gergelynek is, hogy ismét kiválóan és alkalmazkodással hangszerelt, erősített. És nagyon köszönöm a Mezőfővárosi Televízió munkatársának is, hogy rögzítették az előadást, és azoknak is, akik nem lehettek itt a helyszínen részesei, vagy alkalmuk lesz, hogy beletekintsenek a műsorba. Kívánok önöknek kellemes napokat majd, még a hátra lett iskolájuk, hátra lévő napokra, a diákoknak nagyon sok szép élményt, és lélekben feltöltődve várjuk a következő alkalmat majd, amikor a dalvarás újból összeáll és szórakozhat bennünket. De még nem ért véget a csoda, hiszen a Denevérből már Rozalimát hallottuk, de ugyanaz a személy, Közák Júlia, most egy szolgáló lány szerepében lép a színre, Johann Strauss Denevér című darabjában. Darabjából hangos székbe most a kacagó ária, a záró ária, ezzel a hangzással szívünkre térjenek majd haza, és örvendezünk a mai napra. Én búcsúzom, viszont hallásra, viszont látásra.
Varga Bövét, Kozák minden lakosa büszke rátok, és további sok sikert mindenkinek!